Azóztal köszönök egy tőlem mindenkit, visszatértünk a Space Dragons következő epizódjával, és az előző részben lesikerült győznünk a Chaos Guardiant. Viszont ezt az epizódot is azzal indítanám, hogy ismételten neki menjünk még egyszer-kétszer, hogy megszerezzük a maradék sárdot, amiből tudunk aztán majd craftolni. Viszont előtte sok minden mást is találtam itt az Endben. Például vannak ilyen Enderman fejek, amiket szerintem régen nem találtunk meg. Na nézzük, hogy mi van ennek a belsébe. Hát, ha találunk esetleg ládákat, spawnereket vagy bármit. Hát nem úgy néz ki, hogy ennek lenne bármi is a belsébe. Lehet, hogy ez most egyszer nem volt szerencsénk. Viszont az biztos, hogy üreges. Szóval lehet, hogy esetleg a többi ilyen Enderman fejnek lesz valami a belsébe. De mindesetre itt közben megközelítettük a következő Chaos Guardianunkat. Közben van itt egy ilyen szívelem. Miért ilyen szívelem? Ja, lehet, hogy Pride hónapja, nem tudom. Szóval itt van a Chaos Guardian, és akkor elsőnek ismételten a kristályaival kéne kezdeni. Még mielőtt, amíg meg nem jelenik. De már valahonnan, mintha lőne, nem? Valószínűleg a föld alatt? Nem, ott jön mögöttünk, jól van. Akkor addig gyorsan lecsapkodjuk ezeket a kristályokat. Több különböző támadása is van, amit egyébként múltkor nem is láttunk. Van, amikor például Ender Pearl-ökkel lövöldöz, és azzal megpróbál a lehető legtávolabbra teleportálni magától, csak azért, hogy a kristályai tudjanak regenerálódni. Ami azért egy ilyen gusztustalan dolog. Valamikor bemegy a föld alá, igen, nem kéne szembeszállni vele. Valamikor bemegy a föld alá, és onnan lő, hogy ő át tud rajta lőni, én viszont tudja, hogy én nem találom el ott, vagy nem tudom. Viszont most szerencsénk van, kicsit mint hogyha ilyen lomha Chaos Guardiant találtunk volna meg. Itt az idő addig gyorsan végigcsakodni a kristályait. Ja, hogy most érkezett meg a sebzés? Na hát ezt nem hiszem el, akkor csak laggok voltak. Én meg azt hittem, hogy... Ó, hát... meg azt hittem, hogy valami lomhábbat kaptunk meg, de hát nem. Ezek talán az utolsó kristályok voltak. Jó, azt hiszem meg vagyunk. Rá kéne lőni most egy gyengét a reagádnál, hogy megnézzük, hogy tényleg kiesett az összes kristály. És hogyha tényleg kiesett, akkor lehet a nagy lövésre, szóval 10 millióra. Oké, sikerült. Húha! És nézzük, most több mint 500 millió erre felrálövök, és ott van a one shot. Nagyon jó! Nem is kell neki 2 milliárd energia, elég csak, hogyha 5... Ó, basszus! Elég csak, hogyha 500 millió energiát rálövünk. Az is úgy látszik megfelelő, de nézzétek, megint nullára levitte az energiáimat, szóval ez valami kész csoda egyébként, hogy ezt be sikerült fejezni. Most nem is ment annyira jól a harc, mint előzőleg, pedig azt hittem, hogy most már kicsit gyakorlottabb vagyok, de úgy látszik, még mindig tud kemény lenni, szóval... Oda kell rá vigyázni. Na most már csak szét kell szedni a sárdot. Egyébként annyira epika, hogy szétrobban ez az egész sziget. Na megérkeztünk. Ó, de gyönyörűséges. Kár, hogy csak 5-öt lehet belőle szerezni. De nem baj, szerintem, hogyha még ezen kívül egyet megölünk, akkor lesz elegendő mindenhez. Nem tudom, minek volt ez a hangja, de úgy látszik, hogy szétszedtük. Na megvannak. Na ezt a robbanás viszont már egyáltalán nem biztos, hogy túlélem, szóval most ne haragudjatok meg, hogyha ezt most nem nézzük végig. Gyorsan elhúzunk innen. Oké, és menjünk erre. Meg fog itt minden semmisülni, viszlát! Na itt miközben kerestem az új szigetet, nézzétek, miket találtam. Csak így random end kristályok így a semmiben. Miért vajon? Meg mellette egy vidőrkoponya lebegve ezen a növényen. Hogy a fenében passzol ez így össze? Felrobbantjuk, nem történik semmi. Ezeken belül mi az isten található? Ezeken belül is end kristály. Miért vajon? Tele van itt mindenfélével. Meg ilyen tornyok, ott is van valami, gondolom azon belül is kristály, szóval így endhez kapcsolódó dekorációk mindenütt. Ó, és ha már dekorációk, na ez milyen jól néz ki. End sárkányt még nem találtunk, de úgy látszik, nem csak a felszínen meg a Netherben, hanem itt is megtalálható. Ennek még táska is van, táska már, hogy hívják, chest is van a belsejében. Méghozzá egy Ender chest plüsivel? Emberek, új plüss! Hát ezt nem gondoltam volna! Ja, akkor az eddigi sárkányoknak is volt valami a szájba, vagy csak ennek? Hú, hát ez nagyon jó, ez nagyon jó volt megtalálni, ez nem csak dekoráció. Ez úgy látszik, még egy lootolható hely is. Nagyon tetszik. Na és ez meg aztán ilyet még a világ nem látott. Na ez az, ami totál illegális. Egy Nether portál az Endbe. Nem egy túl gyakori látvány, ez így ide generálódott. Én itt építettem egy másik portált, csak hogy megmutassam. Az Endbe alapból nem lehetne Nether portált gyújtani, hát ez nem működik. Ez hogy lehetséges akkor? Jó, hát ide generálódva, igen, akkor ez valami óriási érték? Na jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi van át a túloldalán. Endből még nem utaztam a Netherbe sose. Ó, ez mondjuk lehet, hogy hülyeség volt ide átjönnöm, tessék, ki is crash-eltettem a játékot. De jó! Fatál erről azt mondja nekem. Hát ne generálj el Nether portált az Endbe, és akkor nem lesz ott a kísértés, hogy vele menjek. Na, be sikerült tölteni, de jó! Hol van maga a portál, amin átjöttem? Há? Portál nélkül elkezdtünk az Endbe? Jó, egyébként a másik kérdésem az lett volna, hogy hogyan jutok vissza. Gondolom akkor a felszínre tette volna. Na, meg kell néznem a jelöléseket és a portálunkhoz elmenni. 3000 méterre dobott csak minket tőle. Jó, lehetett volna ez 30 000 is. Nem értem ezt az egészet, hogy van kitalálva. Ugye úgy van összekötve a Nether és a felszín, hogy 8 blokk a felszínen, az 1 blokk a Netherben. Hogy van összekötve az End és a Nether? Miért pont oda dobott engem? Mi a tököm? Ezek ilyen figyelmeztetések, hogy csináljak backupokat, de úgyse fogok. Na, egy óra számverés után, de végre itt vagyunk. Hol vagyok? Ha? Így jöttem ki a portálon, de úgy, hogy abba a portálba mentem be, ami eddig a bázisomra vitt? Hogy jött ez így ki vajon? Na jó, ez nagyon furcsa, viszont ki kellett törölnem az összes primitív mobszos entitást ahhoz, hogy be tudjak lépni, beengedjen a játék, egyszerűen semmilyen másik módon nem engedte, szóval hát kíváncsi vagyok, mi maradt a bázisomból. Görénykém, te meg vagy hála ének, te egy másik módból vagy, te nem vagy primitív mobszos, de nem tudom, miért nem tudom megemelni, mert lehet, hogy már alszik. Na jó, majd mindegy, akkor megetetődik reggel. Ez inkább az érdekesebb, hogy mi maradt a szoborparkból, mert hogy itt voltak primitív mobszos szobrok, most szerintem azok eltűntek, ott például látok, hogy valami hiányzik. Ugyanúgy valószínűleg, hogy itt is. Itt szerintem volt valami középen, csak nem hagytam üresen, viszont ez a pókez meg megmaradt. Na mindegy, primitív mobszos és megvan. Mystery eggek. Nulla mystery egg. Haj, lenullázottak a support creeper tojásaink, de jó. Na jó, felkeltöltem az armort és visszamegyünk sárkányozni. Na amúgy, ha már itt vagyunk az Endben, nézzük már meg ezeket a közönséges end-cityket is. Hát, ha az itt lévő dungeon ládákban van még valami használható. Itt van ez az elitra, az még jöhet. Hát, piroteum lesz talán. Ó, lol, itt van egy plüsi. Enderáj plüsi. Hát a mai részben 2 új plüsink is van, ami még eddig nem volt. Mind a 2 ilyen enderes dolog, szóval ez tök jó. Oké, ezért már megérte. Én nagy plüsi gyűjtő vagyok amúgy. Ó, egy újabb sari szobor, de ez most nem is akármilyen. Ennek szárnyai vannak, emberek. Szárnyas sari szobrot még nem láttunk. Még több enderman fej szétszórva itt is. Na, nézd meg. Ebben viszont most volt egy spawner. Egy enderman spawner. Na, az ott még micsoda, valami csészeaj, repülő, valami ládával, tessék. De nincs benne plüss, ilyen helyen pedig simán elrejthettek volna valami plüst. Na mindegy, megérkeztünk közben a szigetére, a Chaos Guardiannak meg is idézte ezeket a hülyeségeket, szóval most, ameddig nem figyel, gyorsan csapjuk már le ezeket. Á, már jön is. Oh, hello. Mostantól kezdve kell folyamatosan mozgásba lenne. Ó, mi? Fel voltam pedig töltve. Ó, hogy... Miért ide élettem? No slime-ig, ne! Oh! Na itt vagyunk ismételten. Nem értem ez, hogy sikerült. Hát fel vagyunk majdnem maximálisan töltve. Az arról is minden... Fura. Lehet összpontosította az erőit. Nem tudom, hogy mi történt éppen ennél. Na mindegy, most vannak meg egyébként az utolsó kristályai, szóval nem kellett volna mások. Jó, railgun. Oké, és akkor most feltoljuk maxra, felcharge-oljuk és... Oké. Az istenedet, hogy már megint sikerültél! Isten, ez minek a hangja? Jó, ma egy ilyen bugos epizódot játszunk. Ó, hogy rohadjatok meg, de mindnyájan... Na meg vagyunk. Most már csak 1-2 villám van, 1-2 oszlopál, és akkor itt az idő, hogy megnézzük a... Mi? A kék szotyizós kanapé? Hogy kerülsz te ide? Ne! A kanapé átállt a sötét oldal, hát hogy merészeled? Lehet igazából ennek köszönhető volt ez a sok kifagyás, ez a sok bug. Oda le a mélységbe. Soha ne is lássalak, itt szotyizgatott nagyba. A Chaos Dragonnal összefogva. Ilyet még a világ nem látott. Na jó, itt az idő lemenni, és... Megnézzük akkor, hogy mi a helyzet ezzel a kristályjal. Oké. Hello, kristály! Még egy random érc. Iszedünk téged is. Hát ez nehéz szülés volt. Megvan mind az 5? 9. Itt van az utolsó. Oké, 10. Jó, 2×5, tehát meg lett mind a 10 darab kristályunk, amért jöttünk. Húzzunk el innen, mert ugye nincs egy darab védekezésem sem. Vagy hol volt a felszín? Hol jöttem? Na ugye ne szórakozni, nem akarok még egyszer meghalni. Ne is visszaszívott! Oké, húzzunk már innen! Ah! Amúgy Shulker Box van már esetleg a gyűjteményünkben? Hey, nem akarsz jönni a szobor parkba? Hát ez nem fájt. Bleh! Azt mondja, bleh! Bröty! Hát ez hihetetlen. Dobott egy pört. Na most ez egy milyen szobor? Ez a szobor? Oké, te egy értékes része leszel ennek a gyűjteménynek. Ez időszilktát csak kiszedni. A fejed ott maradt. Vagy újra leteszem. Jó, ez egy nagyon jó szobor, ezt tetszik. Oké, ezt visszük haza. Ó, mi jutott eszembe, emberek? Tudjátok, mi jutott eszembe? A Chaos Dragont vajon kövé lehet fagyasztani? Meg kell néznem, gorgonfej, de hát alig van töltés a ruhám, hát jó, oda megyek, meghalok, mindegy, megnézzük. Ó, nem, nagyon-nagyon nem. Fúj, távozz tőlem, sátán! Ezt a portált, ezt már nagyon megtanultuk. Egy órát szívtam velem múltkor. Nem, nem. Ide még egyszer nem megyek be. Ó, yeah, itt vagyunk, na nézzük. Hány, túl messze van, mi? Túl messze, túl messze. Na? Na jó, ezt itt próbálgatom egy jó ideje, ezt egyszer nem lehet. Nem csinál rá semmit, pedig jó lenne. Szóval kicsit ilyen barátságosabb lett ettől. Ó, nem, visszavontam. Futás! Na, az szép, az end malom. Nézzétek ide. Hihetetlen. Hogy erre is volt idejük a fejlesztőknek. Minek ide egy end malmot tenni, ha? Sajnos nincs rajta chest sem, szóval csak ez így ennyi. Na ez is mondjuk kerekes lehet. Először azt hittem egy óriási silverfish csontváz, de mintha ilyen uszonyai lennének. Inkább olyan, mint egy óriási end teknős csontváza. Hát nincs itt semmi, viszont van itt a közelben egy ilyen, szóval tudunk fast travel-ölni gyorsan vissza ide. Hogy? Azt... Slime-ik, hogy kerültek ide? Na itthon is vagyunk, és... még egy bug emberek, hogyha eddig nem lett volna elég. A nudlit továbbra sem tudom felvenni, mert ez még mindig alszik. Nappal van, nudlé. Nappal van. Ez a görényétől kezdve örökre aludva marad? Nem tudom felállítani sehogy. Gyerünk, nudli! Mi a jó isten volt ez? Először azt hittem, hogy a görénynek van valami gusztustalan hangja, de úgy látszik, akkor csak egy slime-i teleportált éppen ide hozzám, és halt meg a kábelen. Nudli! Ne te legyél a következő, aminek ilyen hangja lesz. Na szóval egyébként a craftingokra visszatérve, mert egyébként fontos automatizálásokat terveztem ebben a részben. De ezek után kíváncsian várom, hogy hogyan fognak összejönni. Szóval ezt kéne nekünk automatizálni ismételten. Vagy hát nem ismételten, végre valahára. Szóval nem kéne, hogy mindent megcsináljunk benne, hogy minden Draconic Evolution-os dolgot automatikusan tudja készíteni az Infusion Crafting, viszont azokat a dolgokat, amiket nekem szükséges megcsinálni gyorsan, azokat viszont tudjuk automatizálni. És erre küldtetek megint egy tök jó kis szerkezetet, úgyhogy ezt fogjuk megépítenem, itt küldtetek nekem. Olyan, mint hogy a szellemek követnének engem amúgy. Nézzétek csak, ezek az ajtók maguktól nyílódnak és csukódnak. Még a pressure plate is lenyomódott magától, ott áll valaki a pressure plate-en, hát látom. Most meg gazítódott ki. Ott áll valaki a pressure plate-en. Csak nem. Én most kijövök? Lehet, hogy ezek a slime-ik lesznek azok? Nézd meg! Nézd meg! Láthatatlan! Úristen! Úristen! Nem bírom! Elátkozott ház! Ne! Mi fog itt még történni? Úristen, alvógörénybák! Ez a legrosszabb, ami történhet. Alvógörénybák, csak ezt ne! Láthatatlan slime-ik követnek, és néha-néha meghalnak a magas feszültségű vezetéken. Ah! Megint valaki bejött mögöttem. Távozz tőlem! Megbántam, hogy átjöttem azon a Nether portálon, esküszöm, soha többet nem fogok. Kérlek játék, ne kísérts tovább. Na, a következő craftingokat kéne nekünk itt megcsinálni. Jó, azt hiszem meghaltak, akik engem követtek. Szóval, vannak nekünk ezek a routing nótok. Ó, hogy ez a plocsogás hang fekszik. Na szóval vannak ezek a routing nótok, amiket én most meg is próbálok itt elkészíteni. Ezekkel fogjuk tudni majd úgy összekötni a rendszerünket, hogy ne kavarodjanak össze, hogy melyik item hova megy be. Na, és hogyha ez megvan, akkor végre ezt az egész crafting infusion altart áttelepíthetjük ide a pincébe, úgyis itt vannak lent az automatizációk, szóval szerintem neki ez itt egy full jó hely lesz. A középre mehet természetesen ez a kor, meg lehet ezt akár úgy is csinálni, látjátok, hogy lent legyenek ezek a crafting injektorok, és felette is ugyanígy. Ezt így szépen kitalálva, és akkor még ezt a 4 pirosat is hozzá, amit majd le kell cserélnünk, majd fel is fogjuk fejleszteni valami fejlettebb verzióra. Szóval ez így még tök jól elfér itt a sarokban, ez a pince, szóval nem kell szuper dizájnosnak lennie. Mennek ide az output nódok, amiknek egyesével be kell állítani, hogyha nincsen alapból, hogy lefelé, tehát a D betű legyen benyomva, hogy a down lefelé adjam majd ki az itemeket. Ez itt lent tök egyszerű lesz, fentebb lesz már egy kicsit nehezebb, mert hogy ott majd át kell az összeset állítani upra. Szóval így fogják majd tudni, hogy hogyan kell tovább adni az itemeket. Ez egyébként egy ilyen blackmagic-es dolog. Kivételesen hasznát vesszük a blackmagicnek emberek. Hát ez csoda, nem? Még egy utolsó output nódot mondjuk valamelyik szélére ennek az egységnek, és ennek pedig megadhatjuk, hogy kelet felé, tehát arra felé adja tovább az itemeket, ami majd meg fog kapni, és a túloldalára pedig egy master nóddal össze lehet ezeket kötni. Szóval előveszük ezt a node routert, és shift jobb klikkel egyesével így végig kötögetjük az összes nódot. Ezek a vonalak nem fognak látszani, szóval nem lesznek ilyen zavaróak, mint most. Csak ez ahhoz kell, hogy az ember lássa, hogy mit kötött össze és mit nem. Úgyhogy ja, ezek megvannak. Amúgy nem is néz ki annyira rosszul. Mint a csillagszemű juhász. Ezen kívül felül és alul ne felejtsük el bekötni energiával, szóval itt majd egyébként tök jól is fog kinézni, ha megnézzetek így távolról. Kicsit olyan, hogy tényleg valami nagyon high-tech mutáns dolog készülne, és akkor jöhet még egy ilyen interfészes láda, ide fognak érkezni a nyersanyagok. Szóval ide kéne megadni a crafting recepteket, hogy miket készítsünk. Például én Awakened Core-t szeretnék készíteni, ez lenne a legjobb, hogyha tudnánk automatizálni. A korábbi verziót, az Awakened Core meg az ilyeneket, azokat simán craftingba is le tudjuk craftolni, sőt, hát ugye készülnek ezek is automatikusan méghozzá a túloldalon, úgyhogy ezekkel nem kell foglalkozni, csak az Awakened-del kéne, szóval ez megadunk egy crafting receptet. Itt is van. Vihetjük is betölteni, vagy akár már otthonra is betölthetnénk, de mindegy, én most eljövök ide szokásosan, csak hogy lássuk. Betöltöttük ide Pattern Chestbe, ide megérkeznek a dolgok. Kell egy Input Node, amit még nem kötöttünk rá erre a rendszerre. Szóval az Input Node-ot nem tudom közvetlenül összekötni az outputokkal, hanem kell előtte egy Masterbe belekötni, szóval így fog belemenni a Masterbe, és a Master pedig szétoszlatja ezek között mindenhol. Az Inputnak itt meg tudjuk adni, hogy lentről húzza ki a dolgokat, és ennek az Outputnak, ami pedig majd betölti középre a Fusion Crafting Altarba majd az Ancient Draconium blokkot, hiszen azon a közepén ennek az Awakened Core-nak, ennek pedig megadhatunk egy ilyen Precision Filtert, amivel azt tudjuk megszabni, hogy ide mondjuk csak és elsősorban ide kerüljenek be az Awakened Draconium blokkok, meg minden olyan dolog, ami majd a későbbi craftingokhoz, a Fusion craftingokhoz középre fog kelleni. Szóval ez a rendszer végül is elég lesz arra, hogy a nekünk megfelelő dolgokat el tudja készíteni, de hogyha mindent automatizálni szeretnénk, akkor ez itt egy kicsit macerás lenne szerintem, mert hát biztos van olyan drakonikus crafting, ahol nem csak középen szerepelhet az Ancient Draconium blokk, hanem mondjuk ide a széleken is. Úgyhogy itt ez az item filter lehet, hogy bezavarhat. De mindegy, nekünk jó lesz. És az egészet, ami működtetni fogja, az egy sima redstone jel lesz, ami elindítja a folyamatokat, azt még ide lehet passzintani az oldalához. De a lényeg az, hogy bármiféle órajel érje itt a Fusion Crafting belsejét, hiszen eddig mi nyomogattuk le mindig, amikor el akartok indítani a folyamatokat, szerencsére ezt redstone-nal is lehet automatizálni. Na tesznek próbáljuk ki, hogy egy darab Awakened Core-t el akarunk készíteni. Nézzük, megcsinálja. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy igen. Ó, ez itt nem lesz jó helyen, úgy látom. Valamiért, hogyha ezt ide összekötjük, akkor ide nem tudja lehelyezni ezeket a dolgokat. De úgy látszik, hogy egyébként ezt lesz számítva, van. Most már akkor csak ki kell adni valami. Jó, ezt még redstone-nal be kell kötni. Alapból ezt tudná ez, hogyha most ide erősítettük volna, akkor meg kell húzni a kapcsolót, és akkor összeállnak. Tehát, hogy ezt az órajel biztosítást egyébként is csúnyán nézett ki, ott nem baj. Nem baj, csúnyán nézett ki, ott erre kitalálunk valami jobb módszert. Na azt nézzük meg még, hogyha meg tud csinálni kettőt, akkor valószínűleg 20 is menni fog neki. Szóval átjövünk ide, gyorsan lecsekkoljuk, és. Ahogy látom, minden be is töltött hozzá, szóval a helyén vannak, most már csak a redstone jelre van szüksége. Szóval mi lenne akkor, ha trükköznénk egy kicsit itt peer-to-peer tánölökkel, ilyen redstone változatával, most már csak akkor így össze kéne kötnünk ezt, meg azt a kivezetését, ahol a redstone clock van. Na nézzük meg, elindítja a folyamatokat. Aha, elkezdett szikrázni, tökéletes. Szóval bevittük akkor most már redstone-t, átdolgoztuk itt egy kicsit itt a kivezetését, és amit még itt videón kívül megcsináltam, az az, hogy beállítottam ennél, hogy a blocking mód az erre legyen állítva, mert így addig ezek az itemek itt megvárják a sorukat, és csak utána kezdik el készíteni, miután elkészült az első adag ebből. Szóval ez még itt egy ilyen fontos lépés volt, hogy összeálljon a szerkezet. Egy úgy látom, hogy megvan, és tölti a következőket, mi hiányzik belőle. Nincs elég, Wyvern kórunk. Na hát. Well, ez kicsit kellemetlen. Mégsem teljesen tökéletes a szerkezet, de majdnem. Igazából szerintem, hogyha lenne még lehetőségünk kísérletezgetni vele, csak most már elfogytak a nyersanyagok, akkor valószínűleg ez tudna jól működni. Majd kipróbáljuk következő részekben más crafting receptekkel is. Nem csak ezzel az Awakened Core-ral, amit eddig csinálgattunk, hanem akkor most már tudjuk az Ancient Destokat automatizálni, úgy értve, hogy Ancient Draconium blokkokká automatizálni. Nézd meg, erről van szó. Aha, itt van a hiba, az egész van a hibája. Ennek nem volt bekapcsolva a single item módja. Úgyhogy csak nézzük már meg egy receptet, hát ha akkor most jó lesz, szóval ezt szeretnénk elkészíteni. Ha már úgyis megszereztük a Chaos sárokat, akkor fejleszem belőle nekünk Chaos Core-t, de mivel még nekünk egy darabunk sincsen belőle, úgyhogy erről még csak legyen belőle cobblestone, csak hogy teljes legyen a recept. Kell hozzá még 4 darab Awakened Core és 4 darab Awakened Draconium. Elvileg ez akkor meg is van. Próbáljuk ki most, hogy fog ez így szólni. Hú, most csak egy cobblestone-t mutat. Jó értékes cobblestone recept ez, emberek. Majd aztán mindjárt kicseréljük, csak kíváncsi vagyok, hogy működik-e. Szóval ebből szeretnék kérni egyet. Nézzük. Indulsz vagy nem indulsz? Kedves drakonikus crafting. Ja, igen, indulna amúgy, mert tökéletesen kirakta a receptet, csak ehhez még ilyen piros fejlett Draconic injectorok kellenek. Úgyhogy, de egyébként jó helyre kerül be minden. Higgyétek el, hogy megcsinálja. Na, please, higgyétek el. Na, létsz, annyit foglalkoztam, annyit crashet már ez a mosspack. Nem is a craftingok veszik el igazából a sok időt, hanem ez a rengeteg crash, ami útközben jön. És hát tudjátok, aki már valaha játszott Space Dragonshoz hasonló modpackkel, ez pontosan tudja, hogy amíg újraindítom a játékot, ez legalább 15 perc. Tehát az alatt nem indul újra a játék. Na mindegy, szóval ezt fogjuk megcsinálni a következő részben, felfejlesztjük a Draconic injektorokat, és bővítgetjük még ennek a receptjeit, hogy ha már automatizáltuk, akkor ezt a craftingot is működjön tökéletesen, ne csak így látszólag működjön. Szóval ja, itt folytatjuk majd a következő részben, emberek. Köszönöm szépen ismételten, hogy itt voltatok. Ez az ajtó miért van nyitva, amikor ennek nem kell? Ez is bágos, jaj ne, szegény alvó körénypák, ez még mindig él? Még mindig? Ó, te jó ég. Fel se tudlak kelteni, pedig azóta mondom, unítottam már teljes játékot és minden is, szóval ő lehet, hogy most téli álmot alszik, vagy nem tudom. Mindenesetre köszönöm, itt voltatok, találkozunk következőnek, addig is még minden jót, és sziasztok!